Na, kicsit szüneteltetünk el az egész nap, elkezdett esni az eső. A drónt ugye el kellett tenni, és összetalálkoztunk valakivel, aki őrnek adja ki magát, de nem az. Igaz, hogy nem az? Azt mondta, fegyvere van, de ja. De nem tudtuk eldönteni, milyen anyagot szív, de néha lehet, hogy nem bántás. Ugye volt az a Indexnek a cikke, hogy ők is egy hajléktalan kísérte végig, szerintem akkor... Hogy... Nem tudom. Láttunk sátrakat egyébként följebb, ja. Lehet, hogy onnan vannak. Ja. Majd kiderül. Ott ugye esik. Elég sokan sétálnak azért lent. Hát persze, ugye ez itt közterület, tehát ja, várj, nem megesik. A kamerát nem akarom elázatni, szóval kicsit most várunk, amíg alább hogy az eső, és akkor te már végeztél. Aha, egyelőre igen, aztán meglátjuk, hogy innen még kicsit. Menjünk följebb? De hogyha fent kitudod... Az a baj, hogy ott van a mobil adótorony, és ott mellette elég. Ja, értem. Na, itt már nem esik. Szép vannak verve a falak. Na, ez brutális. Ez egyébként... És itt van, valahit emberek jöttek fel, és akkor beszálltak lidba, hogy jaj, de megyünk a strandra. Igen. 10 éve. Várja, nézd már, milyen kicsi volt a folyosója. Igen. Hát ez az igazi ilyen szocialista. Ugye 70-ben épült. És nézd, mint hogyha az nagyobb lenne, és ez meg kicsi, látod? De nem, az látod, mennyivel nagyobbot? Ah, igen. És ez meg ez a kettő. Szerintem ez nem is szoba volt, hanem ami ilyen között társalgó, vagy lehet, nem tudom. Vagy ugye függ, hogy egy vagy két ember vettek, vagy családostól jöttek, gondolom, vagy én nem tudom. Bakker, ilyeneken kell lépni. Hát itt direkt kiverték a falakat. Egyébként nekem mondta valaki, aki állítólag szándékosan, hogy ne költözenek itt a hajléktalan. Nem tudom, mennyi igazság van ebben. Na, ott vannak a turisták. Majd látni, nézzük meg, még a konyha szekrény itt van, hát ez volt egy konyha. És ugye látjátok, hogy fel is gyújtották az... Micsoda? Milyen volt a konyha? Kollégium. Ja, láttam. Igen. Hát ugye általában minden emeleten, vagy egy vagy kettő volt ugye. Nem volt jellemző, hogy ugye minden szobának külön WC-je volt. Tessék. Ja, láttam már, azt mondom. Szervusztok! De mondjuk jó, mert minden szobának kivétel nélkül, azt hiszem, akkor konyha is közös volt. Igen. Minden szinten volt egy. Aha, ja. Érdekes. Ali. Most értelték. Hello, ja, igen. Nézd előttök csak, hogy... Persze, ja? Nem lakók vagyunk. Gondoltam. Igaz volt a kérdés. Hol lehet jó menedéket találni? Hát ugye ezt mondtam, hogy eléggé népszerű ugye a emberek körében, mert hát igazából itt van az út mellett, simán be lehet sétálni, tehát abszolút nincs is lezárva. Meg feljöttek bringával. Kúr, majdnem ástam. Mit találtam? Hát ez semmi érdekes. Ja, ugye sorra látét. Ja. És ugye azért jó a kilakítása, mert ugye az egész, tehát nem csak külön a szobáknak volt folyosója, hanem simán ki lehetett menni, és körbe lehetett kerülni. Ja, nem lehetett, mert ugye le van zárva a privát szférának megóvása érdekében, de ugye ez igazából egybe van, csak nem van zárva. Azt figyel, ott van még! Mit? Ott van még. Vagy ez direkt ott? Az szándékosan tudtam már. Yeah. Az valami gáztelet, de nem yeah. Vagy. Viszont innen nem lehet látni, ott ahol vannak a hajók, az utolsó, a fölött egy picivel ott van egy öböl bejárat, na ott van a flottillások, ott vannak a hadihajósok bent. Még üzemelő. Ja, ott a Népszigetnél? Nem. Ja. Épsz nem. Ja. Ott van és följebb, és akkor ott bent az öbölben, ott vannak a hadihajós tűzszerészek. Ah.
Na, ugye gyerekek, ez az a tipikus csontváz épület, amit már nagyon sokszor említettem, a... Ugye, ott egy Winchester. Hol van? Hadd meg. Mi az? Ugye ilyen volt a Fidett Hotel is csontváz épület volt, amikor bemegy... Várjál, hadd nézzem meg. Ja, hát ez csak a egyik része. Hát ezt ugye teljesen újra kell építeni az alapoktól. Hát ez pontosan nem. Igazából ennek a lényeg az, hogy azt kellett volna kiszámítani, hogy melyik érte meg volna jobban, hogyha 10 éven keresztül őrizték volna az egész helyet, az mennyi pénzbe került volna, meg hogy most ebben az állapotban így elkezdenek felújítani, az mennyi pénzbe került volna. És így kijött volna egy, egy jó pár százmilliós különbözet. Jó, százmillió az azért nem, de jó pár milliónyi különbözet, szóval jobban megérte volna az, hogy ha ezt a helyet őrzik is, még akkor is, hogyha nincs elképzelés arra se, hogy mikor kezdik el, illetve miként kezdik el felújítani. Jó pár milliót megspóroltak volna, de ugye most valaki, valamelyik építészeti cég biztos jót fog rajta kaszálni. Valaki bingával jár föl. Aha. Extrémnek. Meglepően kicsik a szobák. Kijelent, hogy egy ilyen, ahol kamera van, nem tudom, hogy számít a veszem. Nekünk nem számít. Nálam is van egy kamera. Nálam is van egy kamera, szóval egy-egy. Jó, még nem mertem kimenni. Hol? Hol van egy hely, ahol az antennák vannak. Ja, hát jó van, nem bántjuk még. Ja, valószínűleg az adótörőnek a védelmet is próbálják megoldani. Ja. De van, hogy a bodának a tövendőre. Mert elvileg a tulajdonostól bérli a két szolgáltató. Hú, ez egy szellem volt. Igen. Mint valami égne. Érzed? Ez egy ilyen nagyon hosszú, hosszú snittekből álló videó lesz. Hát lényegében ez a videó nem szól más, amit síthalmazról többségében. Hát nagyjából. Ugye én nem erre számítottam, azt mondom, hogy legalább a falak egyben vannak. De nem. A medence ugye, ahol nem tudtunk elmenni. És ott elvileg laknak a hajléktalanok, de hogy miért nem ebben az épületben vannak, azt nem tudom, lehet, hogy ugye a felújítás miatt kiköltöztették őket, vagy én nem is tudom. Nézzünk följebb. Nézzünk följebb? Már nem tudunk lenni érted. Na most majdnem elestem, makke. Na, tessék! Na, itt megvannak a falak. Na, akkor csak elkezdték bontani lehet. Na, itt van a kézmosó, mindegyik ötről. Ajtól is gyűjtő. Na, itt már jobban, jobb a kilátás. Aha. Mindenkinek ez egy szoba. Volt ez egy. Aha, jaj. És akkor ott a Megyeri híd, ott lehet látni. Aha, tényleg. Ott van valaki. Ha, és ott van szemben, nézd a lakótelepet, ott az Újpesti stadion. Ja, tényleg. És gondolom néhányan kommentálni fognak ebben a pillanatban. Ott az Újpesti stadion. Újpest, hajrá, Fradi! Na, menjünk tovább. Tény és való, hogy rohadt jól néz ki.
ahhoz képest baromi jó kilátása van, szerintem. Kicsit ültetik ezeket a nagy fákat. Lehet válogatni. Szerintem. Hát... hát jönni. Fujitsu Siemens. Na, följebb menjünk. Hát nézzük már a pöcsönbe. Sígrécek is vannak. Szerintem följöttünk, tetejére. Öt emelet. De az lesz, hogy... Lehet menni. Ah, ott a kamera. Ja, annak hülye vagyok, ez az egy zokóban. A kamera ott van. És kizérde. Ott a kamera. Hát, hát gondolod? Hát bakke, hát. Hol? Ott van a könyv. Érzik, aha. Aha. Hát, majd végén talán. Akkor futunk. Beri azt. Nem egyszer volt, nem én. Futni kellett. És ugye a liftnek a motorjának a helye. Kéne, hogy legyen. Ja. Hát ezt már szerintem a bezárásának évében elvitték. Nem bizony. Milyen szép kilátás van, azt nézik. Ja, igen, az a... hogy mondják ezt, óbudai? Kémény. Kémény a híve. Miért menj a picsába? Annak Széchenyi a motoronyat fölött. Oda is érdemes lenne fel, mert ott is vannak katonai dolgok. Az a... Ott fönt jobb oldal, tőle egy kicsit jobbra. Az ott van. Nem. Még jobbra? Nem. Igen, ott. Valahol ott, azt hiszem. Aha. Nem az, de valahol ott van. Gyuszi bácsi, és egyetlen egy lift volt benne. Ne, nézzél lefelé úgy, szépen ilyen művészi eset, ilyen tudományos. Várjál. Igen. Így, ez a nem is a gól. Lift, aha, itt volt a lift. Most jövőt fejbe. Na jó, mennyit ott van. Ja, csak hogy nélküled is legyen fotó, mert nem tudok ilyet is állni. Nélküled, na, jelkozom. Egy kis lak van. Igen. Ja. Na, én kinézzek a tetődésért, tök ki, vagy nem ért tök ki? Most kurva jön föltetted a kérdést, mert mindenki azt fogja mondani, hogy kommentben felszólik a kurva anyátok, hogy nem mentek kívánni. Ez az, írjátok meg, írjátok meg! Ó, na most jól bebasztam a kamerát. És itt a tetej. Elállt az eső szerencsére. És itt vannak ezek az antennák, amik aktívak. Hát még az egy csöpög. Hát esni is fog. Sajnos nem valami jó időpontban jöttünk el. De legalább ennek is meglett az anyag a gyerekek, szóval azért mondom, hogy akit érdekel, itt van Római part, Losonc utca 13, vagy írjátok be Losonc utca 13, ki fogja adni ezt a nagy hotelt, nyugodtan eljöttek. Nagy pár hallítom, aki azt fogja mondani, hogy ő itt az őr, meg nem lehet bemenni, de nyugodtan feljöttek a tetőre. Ne romboljatok, ne vigyetek el semmit, és akkor nem lesz baj. Ennyi kb. Nincs károkozás, akkor mit nézzenek vissza?
hogy mekkora sztár vagyok, hogy itt voltam. Igen, és most fölveszed a képeszari alakot, most fölveszed, fölteszed a YouTube-ra, itt van, kommentáljátok meg. Rakjuk, tehát nézzünk szembe a két kamera egymáson, melyik nyer. Na gyere. Érzem az erőt, hogy tol vissza. És egy központú felső. Nem, ugye ez csak ilyen biztonsági izéknap van itt, tehát... Ja. Na, akkor esik az eső, szóval itt nem csinálsz felvételt. Akkor megyük le. Akkor ennyi volt, vagy még lenni? Akkor már azért nem... Elméletileg itt járjunk körbe egy-egy szobát, azt a medence, azt ennyi lényegében. Jó. Akkor menjünk le. Jöttünk elő, gyereket? Ezt kapjátok. Aha. Jégeső esik. Komoly. Nagyon komoly. Hajja. Fucker! Majdnem rántult az ajtó. Aj, rohadnál meg. És milyen véget szag van. Azok a előbbiek, akikkel találkoztunk itt fent. Ja? Ott vannak. Na, mindjárt alap, hogy aztán mehetünk lefele. Ugye még kell hozzá egy pár, nem is egy pár, jó pár külső felvétel. Ugye külső felvételt nem csináltam, csak amikor vlogoltam, ugye. Szóval még van egy kis dolgunk. De az, ami gazdag lakos, ami normális épületek. Ja, ott? Ja, aztán azt nem itt vannak. Szerintem onnan jött. Na gyerekek, azért látjátok, van itt lent élet. Valaki be is füstöl, ott látja, hol is van. Aha, ott a lába, a bácsi. Megnézzük, mit csinál. Na, sziasztok! Jó úrvegszelést! Valaki az előbb elkezdett begyújtani az egyik, azt hiszem a támány, nem is tudom, az egyik épületnek az egyik részébe. Láncban én ezzel lehet leütni itt. Úgy látom, Levente talált valamit, mindjárt mondani is fogja. Á, tudtam, annyira ismertem, annyira ismertem. Mit találtál? Ott a nagy medence. Nézzük meg. Esik még? Nem? Na végre állt, basszus, már a tököm tele volt. Meg lehet csinálni a külső felvételeket. Azt mondja Levent, hogy megtalálta a nagy medencét, nézzük meg. Bakker, most meg ott vagy? Ez egy két labirintus ez a... Ez az alter ego? Aha. Kettő van belőle, ugye? Ja.
Akkor menjünk a medencéhez, nézzük meg. Oda mehetünk. Vagy van ott valaki? Vannak hajók? Nincs. Akkor nézzük meg. Én is azt mondjam, hogy na, így néz ki, gyerekek. Elég pofás. Sikerült? Ja. Jól van. Sikerült. Most kicsit vártunk, hogy elálljon az eső. Jégeső is volt. Itt. Nekem mondja. Megnézzük a medencét, aztán itt sem vagyunk, meg készen vagyunk. Miért kell a spektrum? Nem, ha már itt vagyunk. Lehetőleg ott olyan kegyenek veled, ugye? Azért kérdezem, mert akkor megyek én is. Nem az urak kell nekem. Feltölt. El vannak. Hogy legyen? Viszlát. Lábmosó. Ilyen gyerekmedence. Egy gyerek, ott van a felnőtt följebb. De nagyon komoly volt. Ja, azért mondom, Bakker, hogy emlékszem nagyon medencére is. Ott van fönt a bokrok között, de Gyula, rohadt vizes leszel. Tehát a gépet valahogy úgy menjél be vele. Ja, ennyire durva? Aha, Az én gépem is vizes lett. Nagyon. Ajaj. Na Gyula, előre. Nem beszari. Au, au, jaj, de vizes. Aha. Aha, szóval ez a nagy medence. Komoly. Tök feelinges. Jaj, de hideg a víz! Olyan kicsit ilyen... hol az a hely, ahol csomó medence van? Nem jut eszembe, híres újpesti Tunzgram strand feelinge van. Ugye? Kicsit. Hát ez ennyi volt, gyerekek. Menjünk vissza, mert rohadt hideg a víz. Jaj, de hideg, nagyon hideg! Gyula, figyelj, valamit Photoshoppal varázsoljunk egy kis vasszert, lehűtsük a lábamat. Jó, lehűtsük. Hideg az, hogyha sokat esne az eső, még meg is telne. És valahogy itt emberek úsztak, gondoljátok el. Jaj, mama, de jó a víz, jaj, és akkor jaj, menni kell a postára, jaj, hogy a bélyek, meg ilyeneket mond. Menni kell a postára. Hú, na. Itt akkor el is búcsúzom, gyerekek. Ennyi volt ez a videó. A postás üdülőről szerintem. Tök feelinges hely, gyertek, nézzétek meg. Nyugodtan meg tudjátok nézni. Nincs zárva, be lehet jönni. Vannak ilyen alakok, de nem zavarnak. Vendégeim voltak benne, Levente. És Ricsi. Sziasztok!